Törvényes működés. Legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak, enélkül nem működhetnek törvényesen. Interaktív nyílt nap. Új mesterképzést, egészségügyi tanárszakot indít szeptembertől a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán. Átmeneti segítség. Teltházzal működik az Oltalom Szeretett Szolgálat családok átmeneti otthona a megyeszékhelyen. Akár már teljes családokat is fogad az intézmény. Legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak. Enélkül törvényesen nem működhetnek az egyesületek és az alapítványok. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Tavaly november végéig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bejegyzett mintegy 3400 működő civil szervezet egyharmada vizsgáltatta felül létesítő okiratát. A szabályos működés és a köztehermentesség az 1%-os felajánlásokhoz is szükséges, sőt, csak a törvényi kötelezettségeknek eleget tett szervezetek indulhatnak pályázatokon. A Nyíregyházi Patrónus Egyesületnél ezek a fogyatékkal élő fiatalok gyertyaöntéssel foglalkoznak. Az egyesület lakóotthonos ellátást biztosít számukra, szociális foglalkoztatásukra pedig sikeresen pályázott. Ők a bérüket megkapják, és aki velük foglalkozik, az megváltozott munkaképességűek, ő is megkapja a munka idejére, amit velük foglalkozik, arra a bért és járulékot támogatja az állam. Azért ez nagy segítség. A szervezet közhasznú, a jövőben a lakókörnyezet javítására is szeretne pályázni. A civil szervezetek működését a PTK szabályozza. A polgári törvénykönyv 2014. márciusától egy új kötelezettséget rótt a szervezetekre. Az alapító okiratok megfeleltetésének határideje hamarosan lejár. Ez egy kötelező szabály minden olyan civil szervezetnek, amelynek ezen időpont után is működni kíván, el kell ezt végezni, az új alapszabályt, illetve az alapszabályát az új PTK-nak kell megfeleltetni, módosítani kell az alapokiratukat. Mintegy 3400 szervezetből több mint 2300 még nem tett eleget a törvényi elvárásnak a megyében, mondta el a bíróság szóvivője. Ezért a törvényszéken működő civil szervezetek ügyeit intéző csoport február 5-én civil információs nyílt napot is tart a korrekt tájékoztatásért. Egyébként az eljárás illetékmentes és a változásbeli bejegyzési kérelmek elintézését ütemterv szerűen végzik a bíróságok. A PTK-ban rögzített szabályokon túl a szervezeteknek a NAV felé is vannak kötelezettségeik. Nem kaphatja meg az adózók 1%-át az a szervezet, amelyiknek köztartozása van. Csak azokat a civil szervezeteket lehet támogatni, akik szerepelnek az adóhivatal oldalán. Ezek a civil szervezetek regisztráltak és nem rendelkeznek köztartozással, tehát ez azt jelenti, hogy az ő részükre a felajánlott összegek célba is érnek. Tavaly egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 106 ezer felajánlás érkezett. A tapasztalatok szerint még nagyobb számban rendelkezhetnének a magánszemélyek, mert jelentős összeg marad az SZIA-ból a központi költségvetésben. Nagyon félek, hogy mi lesz, mivel majd az adóhivatal csinálja a bevallásokat, hogy kerül majd az 1%-os nyilatkozat. Veszik-e az emberek, eddig se nagyon vették a fáradtságot, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy utána nézzenek. Azokat a szervezeteket támogatják inkább az emberek, amelyeknek a nevében meghatározott, hogy mivel foglalkozik a szervezet. A beteg gyerekek gyógyítására szívesen felajánlanak. Új mesterképzést, egészségügyi tanárszakot indít szeptembertől a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán, hangzott el az intézmény nyílt napján. Ezen kívül 4 alapszakra, további 2 felsőfokú szakképzésre és összesen 4 mesterképzésre jelentkezhetnek az érdeklődők. Az egészségügyi karon jelenleg 1500 diák tanul. Interaktív nyílt napra várta az érdeklődő középiskolásokat a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán. Az intézmény 1990 óta működik, majd 2000-ben lett a Debreceni Egyetem további 13 karának tagja. A hallgatók nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéből érkezik. A diákok itt jellemzően államilag támogatott képzéseken tanulnak. Szeptembertől 4 alapszakra, 2 felsőoktatási szakképzésre, valamint 4 mesterképzésre jelentkezhetnek a leendő hallgatók. Az ápolás-betegellátás alapszakon belül védőnő-mentőtiszt szülésznő szakirányra,
az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon belül a védőnő szakirányra, illetve az egészségügyi szervező szakirányra, társadalomtudományi képzési területen pedig a szociális munka alapszakra. Ezen kívül meg kell említenem még egy felsőoktatási szakképzésünket is, a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, és most már 4 mesterképzésünk van, ugye az egészségügyi szociális munka, a szociális munka és szociális gazdaság, ápolás mesterszak, illetve az egészségügyi tanár mesterszak. Utóbbi szak idén először indul az egészségügyi karon. Az intézmény dékánhelyettese Sárvári Attila tájékoztatójában azt is hozzátette, a szociális munka és szociális gazdaság mesterszakos diákoknak a tanulmányi időszak alatt kötelező fél évet külföldön tölteniük. A hallgatók ebben az esetben több mint 10 ország felsőfokú intézményei közül választhatnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a következő években nagyobb összeget fordít a szociális munkások bérkiegészítésére. Ez pedig még kedvezőbbé teheti a középiskolások számára ezt a képzést. A nyílt napon az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek a különböző szakokkal, valamint az is elhangzott, a könnyebb bejutás érdekében ingyenes felzárkóztató tanfolyamot is indítanak a középiskolások számára. A jelentkező fejtező hallgatók számára egyrészt társadalomismeretből, másrészt pedig biológiából érettségire felkészítő tanfolyamot szervezünk, emelt szintű érettségire. Ezzel a hallgatók könnyebben tudják teljesíteni a 280 pontot. A felkészítő tanfolyamok február elején indulnak majd, szombati napokon. Az egészségügyi karon jelenleg 1500 diák tanul. A felvételizők jelentkezését idén február 15-éig várják a felsőoktatási intézmények. Teltházzal működik az Oltalom Szeretett Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Nyíregyházán. Az egy éve új helyre költözött intézményben jelenleg 13 család lakik. Leginkább a kisgyermekes anyák számára nyújt átmeneti lehetőséget az otthon, ahová ma már akár teljes családokat, illetve apukákat is befogadnak gyermekeikkel. Az Oltalom Szeretett Szolgálat részlege, a Családok Átmeneti Otthona az elmúlt egy évben több mint 20 családnak, pontosan 102 főnek nyújtott átmeneti lakóhelyet. A 40 férőhelyes intézményben jelenleg 43-an laknak. Az otthonban háromok miatt kérhetik felvételüket a családok, akiknek meg kell felelniük az együttélés feltételeinek. Mindazok, akik valamilyen fajta lakhatási problémával rendelkeznek, ők igényelhetik, ha teljes családról vagy csonka családról beszélünk. Kérheti a felvételét a bántalmazott anya, az, aki családon belüli erőszak miatt kénytelen menedéket keresni egy ilyen típusú intézményben, valamint a válsághelyzetben lévő várandós kismama is. A beköltözésnek a feltétele az, hogy alkalmas legyen maga a szülő is, illetve a gyermeke is a közösségben való együttélésre. Így például kérünk a beköltözés alkalmával érvényes tüdőszűrőengedélyt, házi orvosi igazolást, a fertőzésmentesség igazolására vonatkozóan, és hát fontos az, miután térítési díjat kell fizetniük a családnak, ezért jó az, hogyha már a beköltözéskor rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, amiből ezt meg tudják igényelni. Az intézmény költségvetési forrásból, állami és egyházi hozzájárulásból tartja fenn magát, az otthonban elszállásolt, jövedelemmel rendelkezőknek pedig a fizetésük 20-25%-ával kell hozzájárulniuk a fenntartási és üzemeltetési költségekhez. Laborci Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezetője televíziónknak elmondta, a családok számára ez egy átmeneti lehetőség, éppen ezért próbálják elkerülni az intézményfüggőség kialakulását, vagyis arra törekszenek, hogy az elszállásoltak minél nagyobb számban újra a saját lábukra álljanak. Vannak, hála jó Istennek, olyan családok, akik nagyon mély krízisben érkeznek hozzánk, és mindent elkövetnek, hogy talpra tudjanak állni, akár az egymással való kapcsolat megújításában, munkahelykeresésben, a régi kapcsolataiknak az újraépítésében, új lakások, új lakhatáshoz való jutásban, és itt nagyon mély emberi drámák és nagyon mély katartikus történéseknek vagyunk a segítői, meg a résztvevői. A családok átmeneti otthonában nem csak lakhatnak, hanem mentális, jogi és pszichológiai tanácsadásban is részesülhetnek a családok, tette hozzá az intézményvezető.
Az elmúlt években az oktatási reformok miatt több probléma halmozódott fel az ágazatban. Ezekre hívja fel a figyelmet a Miskolci Herman Ottó gimnázium nyílt levele, emlékeztetett az MSZP tájékoztatóján Nagy László. A párt nyíregyházi önkormányzati képviselője kiemelte, a levél tényszerűen segítő szándékkal sorolja fel azokat a hiányosságokat, problémákat, amelyekkel a pedagógusoknak, szülőknek vagy akár a diákoknak szembesülniük kell. Ennek a levélnek a tartalma az elsősorban a jobbító szándékkal jelent meg, nem amiatt, mert bárki bármilyen olyan forradalmat vagy olyan változást szeretne, ami a politikai meggyőződését kell, hogy megváltoztassa valakinek. Ez egy szakmai kezdeményezés, ami elsősorban a szakmáról kellene, hogy szóljon, nem pedig arról, hogy melyik fenntartó hogyan és milyen módon listázza azokat a pedagógusokat, akik támogató aláírásukkal mertek mellé állni ennek a kezdeményezésnek. Én a mai 2016-os évben Magyarországon ezt óriási problémának látom. A vidéki egészségügy helyzete társadalmi összefogástól és politikai döntésektől függ, mondta nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei frakció vezetője. Adorján Béla kiemelte, a Vásárosnaményi Kórház a leépítések miatt már nem alkalmas arra, hogy ellássa a vonzás körzetében élőket. A képviselő szerint ezt már az érintettek és a helyi politikai vezetők is felismerték. Több mint 100 000 járóbetegellátás, több mint 10 000 fekvőbetegellátás, most már sürgősségi osztály nélkül. A követelésünk nagyon egyszerű, a kórházak átszervezését, még a holdingosítás megelőző állapot visszaállítása, a sebészeti sürgősségi osztály visszaállítása és a minőségi betegellátás visszavezetése. Erre a kórház személyzetének feldúzasztására van szükség. Január 1-től két külön intézményként működik a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ egy tavaly bejelentett törvényváltozás miatt. Az átszervezésről a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 15. fordulójában a tabella 10. helyén álló Kaposvárt fogadja Sitku Ernő, jelenleg 12. helyezett együttese. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Az NB2 keleti csoportjának második helyéről vág neki a tavaszi szezonnak a Csengeri futsal csapat. A Szilágyi Sándor által irányított együttes célja továbbra is az, hogy a bajnokságot dobogós helyen zárja. A nyitó forduló hétfői meccsén a sereghajtó gödöllői Fise csapatát fogadják a csengeriek. Január 1-től két külön intézményként működik a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ egy tavaly bejelentett törvényváltozás miatt. A központhoz tartozott eddig a családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődei rendszer is. Azonban a gyermekjóléti és családsegítő központ összevonása miatt ezeket a feladatokat külön intézményeknek kell ellátni. Míg a tavalyi év végén jelentette be a kormány, hogy összevonják a gyermekjóléti és családsegítő központokat annak érdekében, hogy összeérjenek és minél hatékonyabban együtt hasznosuljanak az ezekkel az intézményekkel kapcsolatos információk. Január 1-ig a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz tartozott a gyermekjóléti szolgáltatás, a bölcsődék, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek átmeneti otthona is, ezek ezentúl két intézményként működnek a gyermekvédelem területén. A törvény változás következtében ezeket az intézményeket át kellett alakítani. És az egyik intézményünk így a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményként működik tovább, a bölcsődék, a családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona intézményeivel, a másik intézmény pedig a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást végzi, és ők Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ néven működnek tovább. Ebből a változásból sem az ügyfelek, sem azok az ellátott gyermekek nem éreznek semmit, akik az intézményünkben a szolgáltatást igénybe veszik, mivel hogy a változás az folyamatosan történt. A településeken család- és gyermekjóléti szolgálatokat, míg a járásokon központokat alakítottak ki január 1-től. Nyíregyházán a központ itt a Körte utcán működik, ezentúl jelenleg 65 ellátottal. A másik új intézményben ez a szám lényegesen magasabb, összesen 204 fő veszi igénybe az otthon nyújtotta szolgáltatásokat.
A családok átmeneti otthona olyan családoknak ad lakhatási lehetőséget, akik valamilyen oknál fogva a lakhatásukat nem tudják megoldani, és a lakhatás hiányában akár olyan intézkedésre kerülne sor, hogy a gyerekeiket ki kellene emelni a családból. A családok vagy a gyermekek átmeneti otthonában pedig azok a gyermekek veszik igénybe a szolgáltatást, akiknek szintén valamilyen olyan probléma merül fel a családjukban, hogy a családban történő nevelkedésük ideiglenesen nem lehet megoldani. Utóbbi segítségnyújtás a szülő és a gyermek közös kérelmére történik, a beköltözés önkéntesen igénybe vehető, valamint a hazaköltözést is hivatalos eljárás nélkül tudják megoldani. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 15. fordulójában a tabella 10. helyén álló Kaposvárt fogadja Sitku Ernő, jelenleg 12. helyezett együttese. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Mivel az előző fordulóban elmaradt a nyíregyháziak MAFSZ elleni vendégjátéka, a Sitku Ernő által irányított együttes 2 hete tudott készülni következő bajnoki mérkőzésére. Volt is tennivalója a szakmai stábnak, mind a pályán, mind azon kívül, ugyanis az új év úgy kezdődött, ahogyan az előző befejeződött, azaz továbbra sem találja a győzelemhez vezető utat a Marsó-Nyíregyháza. Sokat beszélgettünk, és megpróbáltuk megkeresni azokat a problémákat, amik okozhatják a szereplésünket. Remélem, hogy jó irányba indultunk el, bízom abban, hogy mindenki átérzi a helyzetnek a fontosságát, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos számunkra a következő találkozó. Egyébként nem szeretem, hogyha ilyen hosszú szünetek vannak, sajnos kiesünk egy mérkőzés ritmusból, sokkal jobb lenne, hogyha gyakrabban tudnánk játszani. Kerestem edzőpartnereket, de sajnos nem találtunk olyat, aki tudott volna velünk egy jó mérkőzést játszani, úgyhogy ez hiányozhat. Jobb lett volna, hogyha tudunk meccsekkel készülni. Ugye ilyenkor az is benne van a játékosokban, hogyha ilyen ritkán van mérkőzés, akkor egy bizonyos meccsre túl koncentrálnak, és ahogyan a koncentrálatlanság hibát jelent, úgy a túlkoncentráltság szintén hibát jelenthet. A szombati ellenfél, a Kaposvár eddig 5 győzelem mellett 9 vereséget szenvedett, igaz legutóbb csak hosszabbításban kapott ki az Éllovas Pakstól a korábban Nyíregyházán is dolgozó Mézi Zorán által irányított együttes, amelynek 2 légiósa, a horvát Pulykó és az amerikai Ubilla áll a pontlista első 2 helyén. A légiósoknál a Pulykó 2-3-as pozícióban bevethető játékost említem, aki egy igazi dobó és mérkőzésenként 10-3 pontos rádobása van, akkor egy picit előrevetíti az, hogy milyen stílusban játszik a Kaposvár, illetve nagyon jó palánk alatti játékosaik vannak. Van 3 olyan játékosuk, akik szerepelnek a válogatottban, ugye a Hennei Roli, Fodor Marci és Grevenár Péter személyében. Grevi kevesebbet játszott az elmúlt időszakban is, sérült volt, nem tudom, hogy mennyire fognak majd számítani rá a kaposváriak, de feltörekvő játékosai közül Benke Szilárd nagyon jó teljesítmény nyújt az egész bajnokságban, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy kemény feladat vár ránk. A forduló további párosítása a következő: MAFSZ Zalaegerszeg, Atomerőműese Pécs, Szombathely Jászberény, Szeged Kecskemét, Sopron Szolnok és Albafehérvár Körment. A Marsó-Nyíregyháza Kaposvár mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják az összecsapást. Az NB2 keleti csoportjának második helyéről vág neki a tavaszi szezonnak a Csengeri futsal csapat. A Szilágyi Sándor által irányított együttes célja továbbra is az, hogy a bajnokságot dobogós helyen zárja. A nyitó forduló hétfői meccsén a sereghajtó gödöllői Fise csapatát fogadják a csengeriek. Az előző bajnokságban elért 7. hely után a 3., 5. hely valamelyikének megszerzését célozta meg a Csengeri futsal csapat, amit ősszel túlteljesített a Szilágyi Sándor által irányított együttes. A csengeriek 9 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel végeztek a keleti csoport második helyén, úgy, hogy a listavezető Kincsemlovas Parkot idegenben 9 góllal verték a szatmáriak. Egy elég erős mezőnyben sikerült megszerezni ezt a második helyet, az hozzátartozik az igazsághoz, hogy van 3-4 gyengébb képességű csapat, mint ugye az előbb is említettem a gödöllői Fise csapatát, vagy a Gyömrő, a Nagykáta, akik a tabella alján szerepelnek, de azt mondom, hogy az első 6-8 helyezett csapat közül bárki bárhol, bármikor, bárkit képes megverni.
Ugye nagyon jó példa erre a mi kincsem elleni győzelmünk, vagy a nyíregyházi vereségünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy erős mezőnyben állunk a második helyen. Budapesten és a Dunántúlon is mondják, hogy most a nyári csoportelosztásnál természetesen nem tudatosan, de ez a keleti csoport sikeredett a legerősebbre, hiszen itt tulajdonképpen több régi NB1-es csapat is van. Az előbb említett Kincsem, a Szeged, a Deac, ezek mind-mind NB1-ben szerepelt csapatok, és tényleg nagyon jó képességű csapatok, és rutinos futszalosok alkotják. Mint Szilágyi Sándor elmondta, továbbra is igyekeznek a földön maradni, boldogok lennének, ha a bajnokságot dobogós helyen zárná a csapat. Az ehhez vezető úton a sereghajtó gödöllői Fise ellen tehetik meg az első lépést a csengeriek. A cél az egyértelmű, nem is lehet más, szeretnénk győzni, de ugyanúgy minden más meccsünkön nekünk az kevés, hogy nyerni szeretnénk, mi szeretnénk, én azt mondom, hogy Kelet-Magyarország egyik legjobb közönségét kiszolgálni, és tényleg olyan játékkal előrukkolni a Gödöllő ellen, ami megalapozhatja az egész tavaszi szezonunkat. Bízom benne, hogy a srácok ezt átérzik, és nem veszik majd könnyen a meccset, és tényleg egy olyan szezonkezdést tudunk produkálni itt, ami megalapozhatja majd az egész szezont. Az első tavaszi forduló pénteken a Maglu Team Gödöllő és a nyíregyházi Alukonstrukt ezüst csikó mérkőzésével rajtol. A Csenger futszál Fise mérkőzés hétfőn 19 órakor kezdődik a város sportcsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak. Enélkül törvényesen nem működhetnek az egyesületek és az alapítványok. Tavaly november végéig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bejegyzett, mintegy 3400 működő civil szervezet egy harmada vizsgáltatta felül létesítő okiratát. A szabályos működés és a köztehermentesség az 1%-os felajánlásokhoz is szükséges, sőt, csak a törvényi kötelezettségeknek eleget tett szervezetek indulhatnak pályázatokon. Új mesterképzést, egészségügyi tanárszakot indít szeptembertől a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán, hangzott el az intézmény nyílt napján. Ezen kívül 4 alapszakra, további 2 felsőfokú szakképzésre és összesen 4 mesterképzésre jelentkezhetnek az érdeklődők. Teltházzal működik az Oltalom Szeretett Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Nyíregyházán. Az egy éve új helyre költözött intézményben jelenleg 13 család lakik. Leginkább a kisgyermekes anyák számára nyújt átmeneti lehetőséget az otthon, ahová ma már akár teljes családokat, illetve apukákat is befogadnak gyermekeikkel. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításaink pedig továbbra is elérhetőek weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a hideg téli idő, a Kárpát-medence fölé péntek estig többnyire alacsony nedvességtartalmú, de igen hideg levegő áramlik, felmelegedés a magasban majd csak hétfőtől valószínű. Éjjel derült lesz az ég, csapadék nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában mínusz 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de általában több órás napsütésre lehet számítani, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra mínusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és estétől hószálingózás, kisebb havazás is előfordulhat, szorványos hószálingózás, havazás vasárnap is várható, a jövő hét elején változóan és erősebben felhős területek egyaránt előfordulnak, de csupán elvétve valószínű hószálingózás. Hétfőtől melegszik az idő, mérséklődik az éjszakai lehűlés, és a nappalok is enyhébbek lesznek, a hét közepén pedig a hó mellett már eső, ónos eső is lehet. Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince, hangzott a népi időjárási regula.